Na sziasztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb Turf Wars-ban, ahogy a játék is a Turf Wars 2 szinte tudja, hogy melyik rész jön. Szevasz, Patrick! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Bocsánat! Köpni nyelni nem tudok! Így van, ettől a Turf Wars játékmódtól. Így van, nagyon kiegyek, előző részt látjátok itt a kis kártyán. Nagyon éltük. Nagyon szeretétek, ti is! Így van! Színfoglaló gyerekek, igazából területeket kell foglalni, át kell festeni különböző területeket autóval. De itt már többen vagyunk. Így van, most izgalmas. Viszont olyan szinten éltük az előző meccsben gyerekek, hogy az ami elképesztő, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy elhozunk nektek még egyszer ezt a játékmódot, mert nagyon királyok voltunk benne, és ezt ritkán mondhatjuk el. És most gyerek Patrik, figyelj, mert most már a kék csapat. Látom. Nem mondanom csak, látja a fiú, jól van. De várjál, hány csapat van? Több csapat van! Bizony! Három! Jött hozzánk egy nőszemély! Pink Batu. Team is van! Így van! De a Pink Teamet nézd, hallod, ott is férfiak vannak, milyen szexik! Az egyik csávó egyedül lesz, hallod? Pink Teamnek kell egy játékos, mi van? Isti, itt vagy? Isti nincs itt. Itt van egyáltalán mellettem az Isti, ezt meg kéne néznem. Hurka buga. Harka bug. Itt van mellettem. Ó, Isti. Hát most aztán nem hallunk egymásból semmit. Ó! Na várja, megpróbálom visszahívni. Az Istit. Bocsánat gyerekek, de... Az István nem veszi fel. Kékek vagyunk mi. Csapatjuk. Ja, ő nagyon nincs online. Látjátok, ott áll. Majdnem leestem. Ott van. Hoztuk is az elsőt. Nézd meg, ott áll egy helybe. Nem tudni. Basszus. Isten, várj, megnézem, hogy egyáltalán Skype-on online. Online van. Ó, már nincs itt. Ó, most hív, várjál. Istvánom. Most nagyon halk vagy, várjál. Hova tűntél? Hát megjött ez a szar, amit küldött a videós volt. Na, ja. Itt vagy? Itt vagyok, hallasz? Okay. Igen, jövök, visszahozzuk. Én most játszok, tesó. Én meg próbálok rajtad hangosítani, mert nagyon halk vagy. Nagyszerű. Most beszélj. Na, lo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 l. Ezt tudtam hozni, gyerekek. De egyébként nyertük az előzőt, ám Isti. Látom, meg most így kéki a cucc, te jó Isten, jó. Nem baj, nyomjuk, mint az állat. Jaj. Tesó, itt vagy, játszol? Itt vagyok. Oké. Okay. Nem tudtuk, hova tűntél. Igen, hát mondom, megjött a izé, a ajándék. És megnézted? Dehogy néztem, nincs időm semmire kb. Persze. Azért ezt csak le kell hozni. Persze. Úgyhogy hát igen, gyerekek, karácsony környéke van lényegében, tehát itt azért jönnek a cuccok, a csomagok, azt az embernek fogalma nincs, feje ketté áll ilyenkor. Persze. Hopsz, szavasz. Nagyon hozzuk amúgy Isti. Itt van egy lyuk. Hülye, nekem jött. Hát csapattársam vagy bátyja. Nem tudtam, hogy van ott egy lyuk. Na nem baj, gyerekek. Hát figyelj. Osztal, ha leszületek és már jön a rakéta. Hallod Isti, már tudod hányat hoztunk? Már kettőt hoztunk itt. Látom. Figyelem. Attention. Jó, most, főleg most, hallod, de most nem is kellettem volna ide. Mit rohanok? Nem tudom, de lehoztuk, mint a picsa. Ez tök jó az a pálya.
Ja. Ja, hát azért, mert hárman vagyunk, tesó, tehát hogyha én, akkor itt ráérnék amúgy itt tizelni. Ja, tényleg. Tizelődni. Mindegyik más ketten vannak. Azért hát ez ilyen. Hát ezzel most mi nem tudunk mit csinálni. Azért itt rajolok, meg nem tudom az közben sehol semmi. Amúgy jó nagy csomag, hallod-e? Nem kicsi. És nehéz? Ugye, én bele is nézek itt ebbe a gameplaybe. Na, nézzük addig is. Addig csináljátok a dolgotokat, addig megnézem, mi van benne. Nehéz, jó, nehéz. Jó. Addig én nem is kellek ide, úgyhogy... Persze. Majd azért kommentáld az eseményeket. Csomag van, kommentálom, mint a picsa. Adjad már. Jó, kés. Az a gameplay, tesó. Csak na. Nekem nem... Tehát, hogyha... Na mindegy, mondjad csak, mit kaptál. Mondjad. Ugye, gyerekek, ez a videós bolttal érkezett lényegében. Remélem, semmi izé. Semmi privát. Felmondási levél vagy. Felmondási levél. Ügyvédi izé. Patrik, ez egy csokoládé csomag. Ne szopass! Hallod? Van ebben Raffaello, csomó Milka, van ebben Stümer, Szilvás, Betyár. Ne szopass! Hallod? Akkora csomag, gyerekek, beszarok. Ó, de aranyosak vagytok. Fiú. Mennyibe került? Mennyibe került? Miért emeltettek ki azt? De még itt be van fóliázva, levél is van valami. Abban van a felmondási levél. Nézzük csak! Na, ha nyomtatott levél, akkor... Jaj, de milyen kedvesek amúgy. Jaj, de kis ja, kedvesek. De ez egyébként mi már? Persze! Ó, basszus, én meg leestem. Kedves Isti, ezúttal szeretnék megköszönni az egész éves munkádat, és kívánom neked... Az egész éveset, bátya. Igen. Ó, Pancix és Mr. Burns aláírásával. Ó! Hát azért biztos, hogy jó néhány néző azért itt megirigyelt Isti. Az biztos. A halálodat akarják. Persze, olyan aláírásokat kaptam, halad, beszarsz. Na, úgyis kívántam valami csokoládét, lehet, hogy milyen rárabolok a Raffaellóra egyébként. Na! Azon gondolkozok. Na. Tök aranyosak, milyen kedvesek. Én azt mondom, hogy egyébként kapok egy csomó pólót a Sheltonból, de mindegy. Máskor inkább normális ajándékot küldjetek. Máskor normális, pedig ez egy zsédavos pólóra vágytam volna. Annyira akartam volna egy zsédavos pólót, hallod? Úr Isten! Anfield-es póló kéne neked, bátya. Ó, de hogy kéne. De most mit szeretné, hogy a Nivo pálcát a zsédavéból, hogy a tiédbe töröljem. Én arra használnám a kocsinát, tehát azért lenne ott egy ilyen jó zsédavos póló, motorolaj törlésre. megfelelő lenne, pontosan. Na hát, de egyik nagyon szépen köszönjük tényleg egyikre azt a kedvességet, tehát hogy tegnap kaptam egy e-mailt, hogy küldik, hogy kapok valamit majd a futárszolgálattól, ráírtam a Pancakes-re, hogy Pancakes, mégis mi lesz ez? És csak karácsi ajándékom. És visszaírt neked a Pancakes. Visszaírt a Pancakes! Gyerekek, írjatok a Pancakes-nek! Pancakes-nek írjatok, mert szereti fogja, leestem a rákba. Tehát nem kell lekinni, de amúgy is visszük amúgy, nem? Persze. 2-0-6! Kicsomagolom az ajándékot közben. Én azt tudom, minek játszok itt, tehát egy becsüktet. Olyan skill. Nem, amúgy már régóta nincs vége ennek a körnek, mert folyamatosan rabolják vissza. Ó. Hát én meg ölök. Amúgy ez nagyon-nagyon gázám, hogy így izé, hogy így ilyen unbalanszolt az egész. Ja nem. Jó. Ennyi. Hát figyelj. Hát az gyerekek, ezt mondani se kell. Olyan gameplayt láthattok, hogy unboxing is van benne. Ilyet se láttok sehol. És miközben hozzuk is. És amúgy azt nézem, hogy ja jó, nem tudom, pontokat nem ír a játék, nem baj. 2-0. Szerintem vége, nem? Vége, persze. Gyerekek, ezt így kell. Na nyomjunk még valamit. Megy még? Várjál. Persze. Megy még egy kör. Ó. A játék is úgy van vele, csak hogy biztos alázás legyen belőle. Ja, így a játék nem velünk van. Menjen, mert amíg nem nyernek, addig menjen. Persze. Ki merre megy? Te merre mész? Én előre, egyenesen. Jó, akkor én nem. Jó. Mintha meg kéne ezt beszélni egyébként, most ezt úgy csináljuk. De kéne kommunikálnunk bármiről is amúgy közben. Amúgy is. Ó, oh, basszus! Hát itt mióta van lyuk? Van, én is belementem az elején. Amikor a csomag eufóriában voltam. Basszus, pedig nagyon akartam egy olyan pólót. A rohadt életbe, csak csokit. A rohadt életbe. Gyerünk. Lelöktek a rákba.
Ó, basszus! Még hallod, el akartam ütni a csávót, csak még izé volt. De ezen a pályán konkrétan még lezuhanni is tök jó poén, mert így az épületek közé esel le, és ez tiszta fán. Amúgy. Tök jól néz ki, hogy zuhansz lefele. Oh. I'm filthy, jó, felvasználja. Persze, hogy pontot szereztünk. Milyen testem? És leérek a földre? Persze. Mennyit számít itt amúgy az ember előny, te jó Isten? Sokkal többet tud befesteni így ez így csapat. Azaz! A macska közben megvan hűlve, annyira játszik. Mivel? Hát itt így futkos igazából, csak kergetőzik. Szarházia. Én rámegyek a fregekre szerintem. Én is. A színűzében nincsen challenge. Hoppa, egyszerre kettő bátya! Láttam! Pénz is hullott! Basz meg az anyját! Ne lökj már le, te köcsög! Lelökött! Le akar lökni. Azt majdnem magát lökte le. Wow. Ég az autóm. Meg is haltam. Csak azért haltam meg, mert leesett. Wuhuhu! Kettő volt? Vagy nem én öltem, vagy mi volt ott? Én nem tudom, mit csináltál. Hát ez... Olyan OP így játszani, így nincs benne fun amúgy. Ó, bazd meg, lelöktek. Szerintem így nem fun amúgy. De mindig láttátok egyébként az előző részekben is mi... Tehát hogyha előny nélkül is eléggé kemények vagyunk ebbe a játékban. Persze. Nem kell ide előny. Amúgy is hoznánk. Kész, ez ennyi. Mindjárt ránézek a... Leesett a csáva, balfasz! Tolok egy kis Raffaellót. Na! Na, meg is nyitom. Meg így ez a szilvást betyár. De hülye vagyok, magamat is megőltem, de ez jó volt. Elkezdett a csávót lökni engem, tudod. Meg van itt valami hatalmas izé. Van itt egy bor. Ne szórakozz. Vaj, mi ez? Várjál. Kékfrankos. Ne szórakozz. Egy kékfrankos, félédes vörös, oltalom alatt álló földrajzi jelzésű bor. Ne szórakozz már, mi az, hogy félédes? Miért nem édes? Na majd szólok a Petinek. Na majd csezd le. Mi van itt még? Van egy szaloncukor válogatás, bátya. Éj csokoládés? Oh. Oh, fuck around. Sőt, abból kettő van. Nem, van egy olyan, hogy Stümer csokoládé desszert. Borlikőrrel töltött éj csokoládé. De sok csokitok van pénzre, oh. Van itt egy tofi egész magyaros Milka, meg ilyen nagy, tudod, ez a nagyon nagy. Azt a picsa. Viszont én a Raffaellról tényleg rámegyek most nagyon keményen. Nem jött a futár, baszod. A rohadt életbe. A rohadt életbe? A rohadt. Na Isti, nyomjuk! Hát, hogyan már én most a izé Raffaellóval szerencsétlenkedek? Érdekli már a francot ez a játék, adjál már. Megjött a csoki, bazd meg. Megjött a csoki! Ó! Oh. Basszus! Mm-hmm. Kicsit meg van fagyva, de jó. Bekaphatod. De finom, bátya. Látom, azért elindult egy kézzel, bátya. Nem. Bekaptam egy Raffaellót, aztán megyek. Mert nem járja, azért meg is kell őket verni. Persze. Hoppá! Na jó van, ó! Izé, mestremcés snack kóstolás. Na. Videóból snack kóstolás. Milyen egy trash cím ez már, nem? Igen. Így önmagába is. Benni csak leestem. Szigorúan. Nem hiszitek el, mi történt Istivel, miközben gameplayezett. Nem hiszitek el, hogy Raffaellót ettem is, hogy... Legyen már ez a címe, Isti. Jó, az lesz, nem hiszed el. Én nekem meg az lesz a címe, hogy... Úristen, ilyet még soha nem éltem át gameplayben. Nem hiszem, hogy mi történt az Istivel. Körülbelül, ja. De hogy tök jó, micsoda gameplay ez már? Persze. Aki közönincs a játék. Nem egy ilyen VR szintű gameplay. Átugatok az épületre. Állj, de felrobbanok benne. Nem egy VR szintű gameplay. Így, jól van, megjött, közben azt kinyitom. Nem egy ilyen e-sport eseményen csinálsz ilyet, az is biztos. Hát nem. Ó! Oh! No. De bazzik, komolyan se veszük, azt nyerünk.
Éppen ez így tudtam ki, mert ezt nem lehet komolyan venni, hát olyan szintű alá. Hát ez gyerekek, ez senki nem ver meg minket. Rafael, hogy ezt dobálom befele, mint... Hallod, 18 ezer? Mit akarsz? Jó pénz az. Na, hát gyerekek, köszönjük szépen a figyelmet. Így basztunk meg mindenkit, így van. Hogyha ez tetszett nektek, akkor nyomassatok rá egy lájkot, fel is iratkozhattok, az Istinek kívánjatok jó étvágyat, pisztácia, szevasztok, leírásban csomó linket találtok, yeah. Unfield Shop, Isti Store, minden Facebook szar. Oldalunk, minden. Na, szevasztok! Yeah. Szevasztok, gyerekek!